Sziasztok! Ha eddig azt hittétek, hogy láttatok szép Mondeót, akkor tévedtek. Nem láttatok szép Mondeót. Ez az igazi szép Mondeó. Gyönyörű. Tényleg olyan, mint amit a James Bond filmekben van. Gyönyörű, fekete, minden frankó, optikai elem, nagyfelni, lámpatakaró, nappali fény, még ha nem is gyári, még akkor is szabályos, xenon fényszóró, gyönyörű felni, még a kerék is mozog, persze, mert mozgatják, gyönyörű fekete, a legjobb motor, és hát alapvetően iszonyat szép, le van sötétítve, hátul, spoiler, iszonyat jól néz ki, és közben látszódik a háttérbe a sima, hogy például mennyivel más az a hátsó spoiler rész, mindkettő nagyon jó, de ez az Uber. Látszódik a hátsó köténynél is, hogy mennyibe más a küszöbnél is. Gyönyörű ez a felni, meg hát a hátsó diffúzor, ami az is nagyon állat. Az egyik legszebb, legjobb Mondeó, amit valaha láttam, a legjobb felszereltség, a legjobb motor, iszonyat jó, és ugyanúgy megvan az összes praktikuma, hatalmas ötödik ajtó, hatalmas csomagtér, dupla kipufogó vég, természetesen radar, elől, hátul, nyomogombos indítás, kilincseken is látszanak a gombok. Iszonyat jól néz ki az autó. Hát nem, most nézzétek meg, mennyire kurva jól néz ki. Közben megnézhetitek a belsejét is pár kép erejéig. Állatos 2.5-ös 5 hengeres Volvo motor, amit már nagyon sokszor méltattam, ebbe is kiválóan teljesít szolgálatot. Természetesen xenon fényszóró, lámpamosó, mint mondtam, nappali fény, szabályosan eljelzés benne van, és még az RL jelzés is benne van, úgyhogy abszolút. Nagyon kevés kilométer van az autóban, mindjárt megnézzük az adatlapot, hogy mi mennyibe kerül, és milyen tulajdonságai vannak az autónak. Szóval az autó a Corrado Car-ba van, itt a György utcában, biztos ismeritek, rengeteg Fordot, Mondeót mutattam itt, és ez a mindenek legjobbja, a 2.5-ös turbós Titanium S, 2009-es, ez volt az utolsó, többet innét már nem gyártottak ilyen motorral szerelt verziót, sajnos 133 ezer kilométer van benne, és ugye a 220 lóerős motor, és 3 millió 9 ér mérik, nagyon megéri. Ez újonnan legalább egy 13, 14, 15 milliós autó volt, ennyiért, meg hát 133 ezer kilométer van benne, mint látjátok. És ebben tényleg annyi van, minden egyes porcikáján látszik, hogy annyi van, minden teljesen kopásmentes, gyönyörűek ezek a varrások az ajtóban, gyönyörű ez az ilyen karbonszerű betét mindenhol, és tényleg full-full itt indul, Ford Power,
természetesen ESP, első hátsó radar, első hátsó szélfédő, navik, klíma, ülésfűtés, hadsebességes szuperváltó, kis piros varrásos váltószoknya, króm, gyönyörűek a betétek is, teljesen kopásmentes minden. Nagyon-nagyon szép az egész. Nézzük a műszerfalat is, ami már a kormány is ilyen kicsit ilyen joggatott, tehát tipikus a sportos modelleken van, ilyen bőrkormány, és ebbe is csempésztek, és egy kis piros varrást, természetesen a nagy kijelző van már benne, mert ez mega full sötétülős tükör, napfénytető, full légzsák körbe, tehát ja, meg hát a pedálszett, az egy külön mise. Hát milyen jól néz ki már, ha nem? Iszonyat jól néz ki. Nézzük meg, hogy hátul is milyen gyönyörű az ülések. Szó nincsen rá. Milyen gyönyörű állapotban van. A távirányító természetesen itt a fejegységekhez van, hisz hátul lehet DVD-t nézni. Van amúgy, mindjárt megpróbálok hátra videózni, AUX csatlakozó is, és természetesen lehet videót nézni hátul a gyerekeknek. Nagyon jól le van sötétítve körbe, úgyhogy ezzel aztán igazán lehet menőzni, és meglepődnek majd, hogy mennyire körbe lehet autózni ezzel minden autót, és mivel Ford az, ez egy kicsit Volvo is, ezért természetesen van benne ez a plusz ülés magasító is, csak tudjátok, hogy félkézzel mit lehet csinálni. Szóval ülés magasító pluszba nem kell megvenni hozzá mindkét oldalon. Klíma megy benne, ilyen 40 fokba. Igen, jól fog. És hát az ülések, nézzétek, milyen gyönyörűek. De mutatom a vezetőülést is. Gyönyörű, kiváló állapotban van. Mega full Mondeo. Ennél szebbet én még életemben nem láttam. Több százat láttam autót, sőt lehet, hogy ezret is. Ennél szebbet tényleg soha nem láttam. Nagyon szép. Kívül-belül makulátlan. Úgyhogy aki akar egy egyedi Mondeót, azt itt megtalálja a György utcában. Ilyent szerintem még egyet nem talál az országban. Így gondoltam, hogy ennyi elég is. Fejezzük be ezzel a Ford Power gombbal. Iszonyatosan tetszik ez is. Ennél jobb autót nehéz elképzelni ma már. Ennyi pénzért, meg ingyen van. Úgyhogy gyertek ide a György utcába, vegyétek meg ezt a szuper Mondeót. Nem fogjátok megbánni. Sziasztok a további videóig.